Az étkezés a legtöbbünk számára egy fontos társasági alkalom, vagy egy élmény forrása lehet. Nyelészavarban szenvedő idősek esetén azonban egy fontos és egy nagyon nehéz feladat, sokszor pedig az életet is veszélyeztető következményekkel járhat. Ezért egy nagy feladat és egy hálás feladat nekem, hogy 4 évvel ezelőtt elindult az egyetemünkön a hang-, beszéd- és nyelésterapeuta képzés, amit a Haki Tamás professzor indított el nagyon nagy munkával. Idén fog végezni az első évfolyam, tehát még hazánkban nincs ilyen szakember, bár Európában és világon nálunk rosszabb anyagi körülmények között élő országokban is létezik nyelésterapeuta, nálunk is most már hamarosan végeznek. És elhoztam 2 hallgatómat, akik nagyon sokat dolgoznak ezen a területen, a tudományos munkában és a gyakorlati munkában is bevonultak még ideje korán, úgyhogy az ő előadásokat szeretném akkor a figyelmükbe ajánlani. Tisztelt érdeklődők, tisztelt résztvevők! A fiziológiás nyelés orális szakasza jelenti a száj nyitását, a táplálék észlelését és bólusszá formálását, illetve a garatévekhez jutását. Faringeális transport során a falat áthalad a garaton és eljut a felső özofagiális szájadékba, ahonnan a nyelőcső perisztaltikus mozgással továbbítja a falatot a gyomorba. A diszfágia, vagy nyelési nehézség, a tápláléknak a szájüregből a gyomorba való biztonságos eljutásának zavarát jelenti. 2 formája van az érintett szakasztól függően, orofaringeális és özofagiális diszfágia. Ahhoz, hogy a szájüreg tartalma a nyelőcső felé jusson, egyrészt el kell zárni az utat az orrgarat felé, amit a lágyszájpad felemelkedése biztosít. Másrészt a gégebemenetnek be kell záródnia, amit az epiglottisnak a hátra mozduló nyelvgyök általi hátrahajlása, továbbá a gége felemelkedése biztosít. A nyelés folyamata számos tudatos és nem tudatos, szenzoros, motoros, kognitív és pszichés működés épségét feltételezi, így az idegi központok épségét, továbbá a nyelésben résztvevő izmok és idegek strukturális és funkcionális épségét. A nyelésben több mint 30 ideg és izom vesz részt, így az 5-ös, 7-es, valamint a 9-es, 10, 11 és 12-es agyideg, és ezek szupranukleáris kontrollt biztosító struktúrái. Az arc mimikai és rágóizmai, az összes nyakizom, a törzs pozicionálását végző törzsizmok, valamint a szájpad, gége, garat és nyelőcsőnek is nagyon fontos szerepe van ebben. A nyelés időskorban zavart szenved az izomzat megfogyatkozása, azaz a szarkopénia, valamint a neuroszenzoros rendszer hanyatlása miatt. Mindehhez hozzáadódhatnak a nyelést esetleg érintő betegségek és gyógyszerek hatásai is. A táblázat csak a legfontosabb betegségeket listázza, egyrészt azokat, melyek a nyelés szerveinek strukturális károsodásával járnak, másrészt azokat, melyek a nyelés szerveinek működését zavarják meg. Az alábbi gyógyszerek érintik a nyelés mechanizmusát azáltal, hogy befolyásolják az ízérzést, a nyáltermelést, az izomzat működését, a nyelésfázisok koordinálását, valamint a tudati állapotot. Ide tartoznak a centrális hatású szerek, antibiotikumok, nonsteroid gyulladást csökkentők, az antibiotikumok, valamint az antihipertenzív szerek is. A fel nem ismert és kezeletlen diszfágia esetén, mivel nem kerül elegendő tápanyag a szervezetbe, a malnutrición és dehidráción át, a folyamat interkurens fertőzésekhez, elhúzódósabb gyógyuláshoz, funkcionális hanyatláshoz vezethet. Ugyanakkor a légutakba kerülő táplálék tüdőgyulladást okozhat. A legtöbb esetben a beteg családja vagy az ápoló gondozó veszi észre először a nyelészavarra utaló tüneteket. De az interdisziplináris team bármely tagja észlelheti, akik a beteg napi élettevékenységében, életvitelében terápiát vagy segítséget nyújtanak, így a mentálhigiénikus, a gyógytornász, logopédus és még sokan. Mely tünetek vethetik fel a nyelészavar gyanúját? Például a folyadék vagy ételfogyasztása során köhögés, fuldoklás, étkezés, ivás során, illetve után a változás a hang minőségében, krákogás vagy torokköszörülgetés.
Ételt tart a beteg a szájában, a nyelve alatt, a pofazacskóban vagy a szájpadláshoz tapadva. Nehezére esik a rágás, vagy visszautasítja, kerüli azoknak az ételeknek a fogyasztását, melyeket meg kellene rágni. Nyálzás, nyálcsorgás, illetve olyan érzése van, hogy túl sok a nyála, kicsordul a nyála, vagy nehéz lenyelni a nyálát. Az étel vagy ital is kicsoroghat a szájából, lassan eszik, különösen szilárd táplálékot. Olyan érzése van, mintha gombóc lenne a torkában, vagy olyan, mintha megakadna az étel a torkán. Regurgitálhatja az ételt az orrán, valamint a súlyvesztés is nagyon fontos tünet. A szűrés a nyelészavarra utaló tüneteket keresi célzott kikérdezéssel, kérdőívekkel, vagy a nyálnyelésének közvetlen megfigyelésével. Ezeket a gyors és veszélytelen módszereket speciális képzettség nélküli dolgozó is elvégezheti azok azonosítására, akiknél a nyelészavar valószínűsíthető. Őket vizsgálják tovább úgynevezett klinikai nyeléstesztekkel, melyek során idegen anyag nyelésének folyamatát figyeli meg speciális képzettségű szakember klinikai háttér mellett, ahol aspiráció esetén megfelelő ellátást tudnak biztosítani. Az eszközös vizsgálatokat szakorvos végzi. Külön meg kell említeni az úgynevezett pill özofagitiszt, a gyógyszerindukált a nyelőcső gyulladást, mely a nyelőcső nyárka hártyájának direkt kémiai behatásra a bekövetkező kimaródással sérülése. Különösen a fekvőbeteg ellátásban vagy gondozó intézményekben kell ezekre odafigyelni. Több mint 30 gyógyszer okozhat ilyen gyulladást, de tulajdonképpen minden gyógyszer okozhat gyulladást, ha a kelleténél több időt tartózkodik a nyelőcsőben. Minden olyan tényező, amely ezt a tranzit időt megnyújtja, hozzájárulhat a gyulladáshoz. Így például, hogy kevés folyadékkal veszi be a gyógyszert, vagy nem függőleges testhelyzetben veszi be a gyógyszert, túl hamar fekszik le, vesz fel hátradöntött pozíciót, vagy fekvő pozíciót. Itt kell megemlíteni az esti lefekvés előtti gyógyszerbevétel szerepét is. Csökkent a nyáltermelése, vagy a betegség következtében így ilyen a Sjögren-szindróma is, vagy szájszárasságot, nyáltermelés csökkentő okozó gyógyszereket szed, ilyen az antikolinerg hatású készítmények is. A következő következő gyógyszerek esetében nagyobb a pill özofagitisz kockázata, mint az antibiotikumok, non-szteroid gyulladást csökkentő, paracetamol tartalmú szerek. Jó. Milyen jelei lehetnek a pill özofagitisznek? Retroszternális égő fájdalom, gyomorégés, olyan érzet, mintha elakadna a gyógyszer, nyelészavar, fájdalmas nyelés, vagy tompa válfájdalom is lehetséges. A fenti tünetek jelentkezhetnek röviddel a gyógyszerbevétel után, vagy a gyógyszerbevétel után órákkal, napokkal, akár 10 nappal is. Hogyan tudjuk ezt megelőzni? A gyógyszer szedésének abbahagyása vagy helyettesítése, ha lehet, és a gyógyszerbevételi szokások megváltoztatása, ami a következőket jelenti. A gyógyszerbevétel előtt igyon 1-2 korty vizet, legalább 200-250 ml folyadékkal vegye be a gyógyszert, álló vagy ülő helyzetben vegye be, a fekvő helyzet kerülése a gyógyszerbevételkor fontos, sőt, utána legalább 30 percig kerülendő. Az esti gyógyszerek bevételét is a lefekvés idejéhez kell igazítani. Ágyhoz kötött betegeknél folyadék alakban érdemes adagolni a gyógyszert, egyszerre csak egy gyógyszert vegyen be, ne az egészet, vagy egy marokkal. A gyógyszerbevétel után egyen valamit. Az elmúlt évek összefoglaló tanulmányai alapján a gáz megfelelő eszköz a diszfágia szűrésére a mindennapi klinikai gyakorlatban. Ezt a tesztet nyelésterapeuta vagy más erre betanított szakember végezheti. Az eredetileg Ausztriában kidolgozott gáztesztet egy magyar munkacsoport magyarra adaptálta, és az orvosi heti lapban publikálta, ezzel elérhetővé tette. A teszt első része az elővizsgálatokból és az indirekt nyálnyelési próbából áll. Ez a korábban felvetített bárki által észlelhető nyelészavarra utaló tünetekre és panaszokra fókuszál. A tesztet csak akkor folytathatjuk, ha ezeknek negatív az eredménye. Ezután három különböző konzisztencia nyelését vizsgálja, sűrített víz, víz és kenyér.
Ezek a direkt nyelés próbák, melyek alapján az elért pontszám függvényében a beteg 4 súlyossági kategória egyikébe fog tartozni, amelyhez a GASZ, étrendi és betegellátási ajánlásokat is tesz. A nyelészavar kezelése több irányba is történhet. A rehabilitációs beavatkozások a probléma okát kezelik, a kompenzációs eljárások pedig rövid távú megoldást nyújtanak. Társbetegségek kialakulásának megelőzése érdekében prevenciós eljárásokat alkalmazunk. A kompenzációs eljárások a nyelési mechanizmus hibás működésének kikerülésével nyújtanak akut megoldást egyes helyzetekben. Azonban ezek a gyakorlatok hosszú távon nem alkalmazhatóak. Ezek között a gyakorlatok között vannak olyanok, amelyek egy része a testtartást javítja, mások, amíg meglévő izomfunkcióra támaszkodva struktúrabeli rövidülést érnek el. Továbbá vannak olyan gyakorlatok, amelyek nyelés közben a fej helyzetének beállításával csökkentik az aspiráció lehetőségét. Rehabilitációs eljárásoknál fontos, hogy tudjuk, mi váltja ki a nyelészavart, mit kell kezelnünk. Amennyiben tudjuk, hogy pontosan mi a probléma, célzott terápiát tudunk alkalmazni. Ezek a terápiák mély szaktudást igényelnek, így csak szakképzett terapeuta alkalmazhatja őket. Számos gyakorlat van, ami stimulálja a nyelésben résztvevő izmokat és idegi struktúrákat. Vannak kifejezett nyeléstechnikák, amik már a nyelés mechanizmusát optimalizálják. A prevenciós tevékenységek a szövődmények megelőzését szolgálják, ezáltal hatékonyabbá és gördülékenyé téve a rehabilitációt. A segédeszközök a preorális és orális fázisokat segítik. A preorális fázis segíti például a vastagított nyelű kanál, vagy a C-alakú kanál, amit a kézfejre lehet helyezni. Az orális transport szakaszban is számos eszköz használható. A hosszított nyelű kanál a falat könnyebb szájhoz emelését, a csőrös pohár a biztonságos kortyolást, a kivágott szélű pohár pedig a fejdöntés nélküli vízivást teszi lehetővé. Amint már említettük, és előadás is volt róla, a dietetikus is nagyon fontos tagja a teamnek. A diszfágia diéta célja a nyelészavarhoz társuló akaratlan testtömegcsökkenés, fehérje és egyéb tápanyaghiány, valamint malnutríció és dehidráció mérséklése vagy elkerülése. A diéta mindig individuális és progresszív, azaz alkalmazkodik a beteg állapotához és annak változásához. A gyakorlatban ez az ételek és italok konzisztenciájának, textúrájának módosításával biztosítható, valamint a megfelelő tápanyag és energiatartalmú ételek bevitelével. A képeken láthatnak pár példát a különböző állagokra, illetve egy étel különböző állagokban elkészített változataira is. Ha időben felfedezésre kerül a malnutríció, akkor a megfelelő termék, megfelelő dózisban és megfelelő ideig alkalmazva javíthatja a tápláltsági állapotot, vagy esetleges betegség kedvezőbb kimenetelét biztosítja. Fontos még megemlítenünk a fogazat állapotának és a szájszárasságnak a jelentőségét is. Nemzetközi cikkekben is megjelennek, illetve a mi hazai kutatásunk is azt mutatta, hogy ezek a tényezők jelentős szerepet játszanak a diszfágia megjelenésében. A diszfágia menedzsmentje egy transzdisziplináris tím munkában történik. Szakorvosok, dietetikusok, gyógytornászok, ergoterapeuták, pszichológusok és neuropszichológusok, illetve nyelésterapeuták. Működünk együtt ahhoz, hogy a páciens a kognitív képességeihez igazítottan, az étkezésre alkalmas testtartást felvéve és eszközöket használva biztonságosan fogyaszthassa el a megfelelő tápértékű ételeket. Az országban jelenleg egy helyen van nyelésterapeuta képzés, és kevés szakember áll a rendelkezésre, de mi nagyon örülünk, hogy a bepillantást tudtunk nyújtani a nyelésterápia világába, és a jövőbeli közös munka reményével búcsúzunk. Köszönjük a figyelmet!